Megteltek a Babits Mihály Kulturális Központ színháztermének padsorai, ugyanis ezúttal Földes László hobó érkezett a Tolnai Vármegye székhelyre. Sokan gondolják úgy, hogy a Vadászat minden idők egyik legfontosabb magyar lemeze, amit egyébként a dalszerző egy vonaton álmodott meg. Mindig is voltak ilyen összefüggő művel kapcsolatos ötleteim, és a 83-ban volt egy dal, az ott a cím, egy a Hitetlenek dala, és abban fölvont egy csomó szereplő, és akkor ugrott be, hogy mi van ezeket jobban kifejteném, és aztán Miskolcra mentem vonattal, mert a Miskolci Színházban játszottam, és a vonaton írtam meg a szövegeket, és aztán egy taxiba felejtettem, és elveszett az egész, úgyhogy újra kellett írni. A vadászathoz fogható sokrétű, mind műfaji szempontból, mind a felsorakoztatott szereplőket tekintve rendkívül gazdag, egy témára felfűzött anyaggal korábban aligha találkozott a közönség egy rocklemezen. A dupla albumon szerves egységben áll össze a színház, a mesevilág, a költészet, a cirkusz és a helyenként paródiába hajló elemek. Ez egy rítus, a vadászat rítusa. Fölállnak az erdő, egyik oldalán a hajtók, másik oldalon a vadászok, közöttük vannak a vadak, meghajtják és őket hajnalban, lelövik őket, és a végén utána csinálnak egy nagy bulit. Tehát van egy ilyen kronológia az egésznek, és hát mivel a maga a vadászat az az emberiség történetében elég régóta jelen van, meg úgy tűnik, hogy marad is, ezen rengeteg dolog működik, kapcsolódik, klasszikus dalok, vagy népdalok, vagy versek, vagy rockzenei számok, és azokat, amiket úgy éreztem, hogy ide kapcsolatok, vagy háborús dolgok, azokat szelektáltam és szedtem össze. Hogy miért pont a vadászat, Földes László, akinek az édesapja egyébként mondhatni megszállott vadász volt, sosem szerette ezt a tevékenységet. Hát azért már áldozatnak tartottam a távcsöves puskával lelőtt vadakat 50 méterről. Voltam később katona, voltak fizikális problémáim, verekedések, vagy engem vertek meg, vagy fújtak le. Ismerem az erőszaknak egy könnyebb változatát, nem az igazit, de majdnem börtönbe is kerültem, és hát ilyen értelemben mindig a célkereszt közepén voltam egész életemben. Ma is tulajdonképpen felhívják a telefonomat, elolvassák a leveleimet, figyelik a bankszámlámat. Ez mindig így volt, amióta játszom. De hát mindig egy ilyen, hogy mondjam, növényevő vad voltam, nem egy farkas vagy oroszlán, hanem egy ilyen nyuszika, vagy nem tudom. Egy tanulmány szerint a vadászat nem csak szertartásos zsákmányolást, a látványos öldöklést, a fékeveszett mulatást jelentette, hanem kihasználva a fogalomhoz kapcsolható asszociáció értelmezési lehetőségeket, széles társadalmi tablót vázol fel. Ezáltal új dimenziókba helyezte a vadászat cselekményét, hogy elmondhassa véleményét a világról, az emberekről, a hatalomról, az alá- és fölé rendeltségi viszonyokról. Arra építettem fel a koncepciómat, ami nincs, hogy a közönség nem hülye, és én ebből élek, nem kell ezt magyarázni. Aki nem érti, annak úgyis hiába magyarázni, az a tanárok dolga. Ez önmagáért beszél az a mű, és aki ezt nem tudja befogadni, nem számít, tehát ez nem kötelező, mint az István a király, vagy valami. Ez egy, hogy így mondjam, vadabb dolog, meg szomorúbb, meg összetettebb. És aki erre nincs nyitva, az nem fogja megtalálni hozzá a kulcsot. Van egy óriási szakadék, a kulturális szakadék a rendszerváltás óta felnőttek és a régiek között. Én elég sok helyre járok, verseket is mondok, és volt egy Csolnok nevű faluban, meg 150-en voltak a József Attila esten, és mindig szoktam beszélni az emberekhez az előadás végén is. Megkértem őket, hogy tegye föl a kezét az, aki 30 évnél fiatalabb. 150 emberből is ketten voltak. Aztán megkérdeztem, hogy
tegye fel a kezét az, aki 20 évvel fiatalabb és a kettő közül volt az egyik. Tehát de van egy tanár barátom, egy lelkész barátom, egy egyházi iskolába tanít, akinek 30 tanítványa van az osztályban, és megteszelt őket, és 28-án nem olvasnak. Ketten igen, és ő ezt reménynek tartja. Én is úgy gondolom, hogy az a kultúra, az a költészet, vagy zene, vagy irodalom, vagy amit én szeretek és csinálok, és amit próbálok továbbadni, az vesztésem van ítélve, csak én nem adom fel.